Méteres polcokon több száz cipős doboz áll ebben a kisvárdai gyárban. A cégvezetők azt érzik, legalább ennyi jogszabálynak kell megfelelni a magyarországi cégeknek. Szerintük az állami igazgatás nem csak nehézkes, de drága is. Comba Csaba, a VOSZ megyei elnöke azt mondta, a 4,3 millió magyar munkavállaló közül 1 millió dolgozik a közigazgatásban. Ez is alapvető probléma. Sokan vannak jogszabályokkal, agyon terhelt ez a szféra is, mint általában nálunk nagyon sok minden. A jogszabályokon is változtatni kell, és hát a hatékonysággal is gond van. Ezért szervezett konferenciát a miniszterelnökség a megyeházán. Javaslatokat gyűjtenek, hogy a cégek milyen területeken egyszerűsítenék az államigazgatást. Zöld Nagy Viktória helyettes államtitkár azt mondta, már januártól csökkentek a vállalkozások terhei. Megnéztük 2016 első negyedéves statisztikáit, és ott például az összes vállalkozókat érintő eljárásban, ahol eltöröltük a díjakat, ott körülbelül 1,7 milliárd forintnyi az az összeg, ami már a vállalkozásoknál maradt, tehát amit tavaly még ki kellett volna fizetniük, az idén viszont már nem. Úgyhogy ezen az úton szeretnénk tovább menni, tehát ez az állami rezsicsökkentés folytatódik. A tanácskozáson részt vett Kozma Péter megyei kormány megbízott is. Azt mondta, nem csak gyorsabbak szeretnének lenni, de minél közelebb mennének a polgárokhoz is. Ezért újabb kormányablakot nyitnak a megyében. Szeretném azt is bejelenteni, hogy Nyírlugoson is lesz egy kormányablak, azaz nálunk is 25 kormányablak fog tevékenykedni. A konferencia egy sorozat része. Szerdán Debrecenben voltak, pénteken pedig Miskolcon várja a miniszterelnökség a vállalkozók észrevételeit a bürokrácia csökkentéssel kapcsolatban.